just a rookie trooper, and he surely shook with pride. He checked all his equipment and made sure his pack was tied. He had to sit and listen to those awful engines roar. You ain't gonna jump no more. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. Gory, gory, what a hell of a way to die. He ain't gonna jump no more. Zoom, zoom, zoom. Kedves és tisztelt hallgatóim! Mai napon Jaltáról, jaltai csúcs, legendák nélkül nagyjából ez lesz a téma. Nagyon érdekes konferencia volt ez, rendkívül tanulságos napjainkban is Jalta áldozatai, Jalta öröksége, Jalta tanulsága, ezek a kifejezések szabályosan bekerültek a magyar köznyelvbe is. Jaltában 1945. februárjában találkoztak az antifasiszta koalíció vezetői, a házigazda Josif Stalin, az Egyesült Államok immár nagy beteg elnöke Franklin Delano Roosevelt és Winston Churchill, aki az utolsó pillanatban intrikusként lépett fel Jaltába, megpróbálta háttérbe szorítani Stalint, megpróbálta kicselezni Rooseveltet, de ez már akkor nemigen ment neki. Jaltában, ha jól emlékszem, ezt úgy megírták, de csak szőr mentén, szinte tiszteletlenség volt sokáig így beszélni a jaltai találkozó főbb résztvevőiről. Három öreg emberen múlt a világ sorsa, hogy milyen lesz a világ a második világháború befejezését követően. Nézzünk rá a térképre, a frontok nagyon érdekesen alakultak, az utolsó nagy német ellentámadás a nyugati fronton, az Ardennek környékén végül is véget ért, és az angol, az amerikai részint a kanadai csapatok és a francia ellenállók ellentámadásba lendültek, de azért elég lassan arra szóltak. Annak ellenére, hogy a német seregek a nyugati fronton egyáltalán nem harcoltak olyan elánnal és lelkesen még mindig, mint a sokkal, de sokkal gyengébben kiképezett, bekerített, Kelet-Poroszországban és a Baltikum térségében bekerített náci Wehrmacht féle csapatok. Ott körülbelül 3 millió katona, szovjet katona, vörös hadsereg katonái, elit alakulatok megpróbálják teljesen bekeríteni az ottani német katonasságok, és Zsukov marssal eljutott a lengyel határig, 1945. februárjában is nagyrészt megáll. Sztálin leinti Zsukovot. Lassan támadjon, lassan haladjon előre, Jaltában nagyon sok minden el fog dőlni. Japán küzd az amerikaiakkal, főleg részint az angolokkal, és szárazföldön Csangkai-sek féle kínai csapatokkal, az ázsiai térségben. Japán visszavonulót fúj, Japán hátrál, megjelentek már az első kamikádzék, akik támadják az amerikai flottát, na most Japán azért még komoly erőt képvisel. És Roosevelt számára fontos volt, talán Churchill számára nem annyira, hogy Stalin tegyen végleg egy konkrét ígéretet, mikor támadja meg Japánt, ezzel sokban segítséget nyújt az amerikai csapatoknak, és az amerikaiak nagyon féltek az ember veszteségektől, sokalták a veszteséget, holott csak egy szám. 1945. január 13-a és február 4-e, tehát a jaltai konferencia megnyitása napjaig 300 ezer vörös katona és tiszt pusztult el Európában. Az Egyesült Államok talán az egész háború alatt nem vesztett ennyi katonát és tisztet egyszerre. Szinte nincs olyan hónap, hogy ne jelenjen meg egy nagyobb, alaposabb, hosszabb tanulmány, sőt egy kiadvány, egy könyv különböző nyelveken a jaltai konferenciáról. Akkor készültem erre az előadásra, megnéztem,
Az Egyesült Államokban és Angliában párhuzamosan van egy ilyen divatos kiadvány, naplók és följegyzések a jaltai konferencián. Természetesen nyugati résztvevők írásairól, korabeli írásairól van szó, mert hát a Szovjetunió küldöttsége, vagyis a szovjet résztvevők, Majszki volt londoni nagykövetet leszámítva, hát senki nem mert vezetni naplót. Mindenki retteget Sztálintól, mindenki retteget a politikai rendőrség sok éves vezetőjétől, Bériától, aki ellenőrizte a jaltai konferencia biztonságát, és a besugói ott voltak valamennyi szobába, valamennyi helyiségbe, és mindenhol jelen voltak. Ugyanakkor a szovjet tengerészet, haditengerészet, vöröstengerészet archívumából előkerültek nemrég olyan dokumentumok, és interaktív kutatások formájában ezek kutathatóak szinte pár hete csak, és kiderült, hogy nem csak a szovjet politikai rendőrség, összesen 1050 operatív tiszt és nyomozó és kommandós vigyázott közvetlenül a konferencia résztvevőire, hanem a szovjet légierő és főleg a szovjet haditengerészet nagyon fontos szerepet játszott Jalta házatáján, a tenger felől a németekkel, a diverzánsokkal szembe védték a jaltai tanácskozást, és közben pedig rengeteg szovjet repülőgép, harci gép, főleg vadászgépek ott álltak készenlétbe, nehogy jöjjenek német ejtőernyősök, nehogy bárki megjelenjen Jalta ege fölött. Most visszatérünk az a tételhez, hogy három öreg emberen múlt sokban a világ sorsa. Ezek fáradt, megfáradt emberek voltak, a háború azért kikezdte a szervezetüket. Sztálin sárgásan csillogó, fürkésző szeme úgy szerepel ezekben a korabeli nyugati naplókban. Cadogan, az angol külügyminisztérium egyik kulcsembere, azt írja, hogy Sztálin volt a legjobb debattőr Jaltában. Sztálin udvarias volt, de ugyanakkor kemény és kitűnő, és azért logikusan fogalmazó tárgyaló partner. Hát fogalmuk se volt a nyugati résztvevőknek, beleértve Rooseveltet, beleértve Churchill, hogy Sztálinnak milyen rossz véleménye volt róluk, amikor 1944-ben Milovan Gyilas, a jugoszláv kommunista vezetésű partizán hadsereg egyik fő parancsnoka, Tito megbízottja jár Sztálinnál, akkor Sztálin utolsó szavakkal beszélt Churchillről, a jelenlétében, holott tudta, hogy Jugoszláviában ott van az angol katonai misszió, és pontosan tisztában volt azzal, hogy Tito jó viszonyt ápol ezzel a misszióval, de mégis elmondta, hogy Churchill az egy kufár, Churchill egy kis stílű ember, Churchill eltetette lábaló Sikorskit, Sikorski tábornokot, a londoni lengyel emigráns kormány fejét, de hát a Roosevelt egy nagyobb vonalú kapitalista, de hát a Rooseveltről is megvan a véleménye. Jaltában Sztálin lapozgatta azokat a szovjet hírszerző jelentéseket, például egy nagyon érdekes amerikai összefoglalót, hogy mit tervez a Szovjetunió. Az Amerikában tevékenykedő szovjet kémek ezt jelentették, a szovjet hírszerzés ottani rezidentúrájának, és érdekes, hogy Roosevelt annak idején ezt a szupertitkos és rendkívül értelmes jelentést megkapta, de úgy leintett és hát nem volt neki kedve elolvasni az egészet. Roosevelt addigra már egy beteg ember volt. Aluszékony, prékoncepciókkal érkezett Jaltába, neki az volt a fő feladata rávenni Sztálint, hogy a Szovjetunió minél előbb kapcsolódjon be a japánokkal szemben vívott háborúba. Európába ő ki akart vonulni nagy részt a háború után. Churchill szinte rettegett ettől, nem akart négy szem közt maradni Joe bácsival, ahogy Roosevelt és Churchill egymás között levelezve emlegették Sztálin nevét, Joe bácsi. Na most Roosevelt azt mondta, hogy világ életemben emberekkel dolgoztam, személyzeti munkát végeztem. Szinte, hát miért nem tudom legyőzni Sztálint? Jaltában Roosevelt talán még közelebb került Sztálinhoz, mint
Teheránba, Churchill háta mögött tárgyalt vele, a döntő ilyen szempontból az 1945. február 8-i tárgyalás, amikor is Roosevelt megígérte Stalinnak, hogy mindent megtesz, ha majd békét kötnek Japánnak, a Szovjetunió kapja meg a Kurili-szigeteket, a Szakhalin-sziget déli részét, olajban gazdag, csupa Japán élt ott akkor, és a Szovjetuniónak legyen egy befolyási övezete Mandzsúriában is. Stalin rendkívül elégedett volt, de Roosevelt a szovjet leendő, szovjet-lengyel határok kérdésében is sokkal nagyobb engedményeket képes volt tenni Stalinnak, mint Churchill. Végül pedig ott a nemzetközi politikai élet öreg rókája, Churchill, aki a brit szárazföldi csapatok egyenruháját hozta magával a bőröndbe Jaltába, de volt neki egy ilyen tengerész egyenruhája, és így tovább. Ő valahogy úgy tetszelget, hogy ő itt a korelnök, és először föl is vetette, hogy ne Jaltába legyen a konferencia, hanem Angliába, hiszen Anglia pont középúton van az Egyesült Államok és a Szovjetunió között földrajzilag. Churchill szerette a különböző, hát ilyen titkos elnevezéseket, kódneve. Az egész találkozónak ő találta ki az angol szakirodalom szerint legalábbis a két kódnevét, argonauták, tehát az aranygyapjúért indulnak a fekete tengerbe, mint annak idején a görög hősök. Az argonauták, ez volt az egyik név, a másik pedig a német hírszerzést megtévesztő név, a sziget. Hadd gondolja mindenki, hogy Máltában van ez a találkozó. Hát nem Máltában volt, hanem a hasonlóan hangzó Jaltában. Egyébként fölmerült Róma, mint helyszín, Kairó, fölmerült Atén, ez teljesen ostoba dolog. Aténban még pár héttel ezelőtt az angol partra szállt csapatok a görög kommunista partizánokkal elkeseredett harcokat vívtak, de hát Sztálin ragaszkodott Jaltához. Ő egyébként 1944, ha jól emlékszem, október 13-án Stalin meghívja Rooseveltet, üzen neki Harriman nagykövettel, hogy majd vendégül látom szívesen a Fekete tenger partján, tehát 44. október 13, és 1945. február 4. már ennyivel korábban Stalin meghívja Rooseveltet oda. És Churchillnek voltak ilyen nagyon fürkésző pillantásai, a szemgödrökbe beágyazta mindig a gyanakvást. Érdekes volt az ő szempárja. Stalin egy kicsit tartott ilyenkor tőle, bár Churchillről rengeteget tudott. Churchill és Roosevelt megállapodtak korábban Máltán, hogy az atomprojektumot tartottak a szovjet lehallgatástól, az atomprojektumot nem hozzák szóba. De aztán valahogy ez a népes társaság, rengeteg magasrangú tábornok, tengernagy, tiszt, vezérkari szakértő érkezett több repülőgépen Jaltába, ezek úgy fellazultak, és a végén már szinte mindenről beszélt Churchill a környezetéről, és akkor Stalin órákon belül megkapja a lehallgatott beszélgetések lefordított, gépelt változatát. Sajnos ezek még mindig a Szovjetunió legnagyobb utódállamában, Oroszországban, az ottani archívumokban nem kutathatóak. A szovjet vezetés Sztálin irányítása alatt, pontosabban ő ellenőrizte a legkisebb, legjelentéktelenebb, úgymond döntéseket, már közel két hónapja készült a jaltai találkozásra. A ritka, régi étkészleteket, az ezüst eszcajgot, a rendkívül ritka gyümölcsöket, kaviáros dobozokat, a rész kilincseket is szinte a Szovjetunió valamennyi szegletéből szállítják Jaltába. Stalin egyébként már február 1-én vonattal érkezik oda.
előző előadásunkban szó volt arról, hogy ő nem bírt volna még egy repülőutat, ő tényleg nem bírta és félt, bepánikolt fönt a gépen. Na most, amikor ő utazott, akkor tapasztalhatta, hogy mennyire le volt rombolva ez az ország, a németek visszavonulása által, meg általában milyen szegény lett a háború alatt, ez a korán sem gazdag szovjet kolhozosítás alatt is, kipusztított országsokban, és neki az volt az ötlete, hogy amikor Roosevelt gépe és Churchill repülőgépe leszáll, tessék egy olyan szerpentin úton vinni őket Jaltába, ahol három palotát rendeztek be a vendégek számára, és részint Sztálin és a szovjet vezetés számára, hogy minél több felgyújtott városkát, faluhelyet, minél nagyobb pusztulást, pusztítást lássanak, és akkor megenyhülnek, és akkor esetleg könnyebb lesz elérni, hogy a második világháborút követően a Szovjetunió hatalmas ingyen embertömeghez, munkaerőhöz jusson, és hát jóvátételi pénzeket kapjon. Majszki, a későbbi történész akadémikus, azt mesélte kollégájának, az én atyai barátomnak és tanítomnak, Viktor Dálinnak, hogy Sztálin először 8, majd 10 milliárd dollárban gondolkodott, tehát nem német arany márkában. És Majszkinek ki kellett dolgozni ezeket a részleteket, és ott volt sokszor Sztálin jobbján a konferencia számára, és szabályosan, mint egy színpadi előadás során sugott a gazdának. Sztálin megérkezik elsején, és az idő nagy részét hírszerző jelentések, külügyi jelentések olvasásával tölti, készül a találkozásra. Sokat tud már Churchillről, akivel már kétszer találkozott Moszkvában, és egyszer Teheránban, sokat tud Rooseveltről is, de hát Sztálinnak semmi nem elég, őneki nagyon fontos az információ, és ő nagyon felkészült lélektanilag arra, hogy mindent kipréseljen nyugati vendégeikből, tehát az antifasiszta koalíció két vezetőiből, tehát Rooseveltből és Churchillből, amit csak lehet. A körülmények csodarok. Először is a három jaltai palota, mondjuk Sztálin esetleg is Roosevelt szobáját leszámítva, tehát hogy lehetett ezt így elkülöníteni, tele van csótányokkal, tele van poloskákkal. Alig van toalett. Marshall, tábornok, aki a második világháború egyik vezető hadvezére, és később pedig a Marshall terv megalkotója, az amerikai külpolitika irányítója, arra panaszkodott, hogy neki föl kellett lökni a tábornok társait, hogy egyáltalán bejusson borotválkozni a fürdőszobába. Az angol és az amerikai vezető diplomaták föl vannak háborodva. 7 ember lakik az amerikai külügyér szobájában, olyan ez, mint egy kollégiumi szoba, de most történetesen a 7 ember közül az egyik Olger Heath, akiből majdnem az ENSZ első főtitkára lett, Roosevelt egyik kedvenc munkatársa, és ő történetesen szovjet hírszerző, szovjet kém. Hölgyek is érkeznek, ott van például Churchill lánya, ott van Roosevelt kedvenc lánya, és ott van Harriman, a moszkvai amerikai követség háziasszonya, a Harriman lánya, akik egy ilyen feminista és egy ilyen vidáman ott heherésző kis kört alkotnak, és hát ő fel vannak háborodva a szovjet házigazdák, hogy a nők, hát mondjuk nem róluk van szó általában, csomó gépíró nő van ott, jó pár ilyen szobaasszony is érkezett, végül is semmi szerepük nem volt Jaltában, és ezek nem hajlandók együtt mosakodni a férfiakkal. Lehi tengernagy, Roosevelt egyik fontos katonai tanácsadója, szabályosan kirúgja reggel a pincért, amikor azt mondta, hogy kérek egy tosztot, kérek egy hosszú
kávét, egy kis tejjel, és az beállít hozzá egy ilyen hatalmas adag vodkával, vodkás poharakkal, beállít rengeteg kaviárral, drága gyümölcsökkel, és így tovább, és akkor ő kirúgja, és azt mondta, hogy már egy angolul tudó ember jelenjen meg végre itt. Ezek a külsőségek. De hogy elmúlik ez a pár nap, kiderült, azért leköti a politikum a társaságot, és a legfontosabb Roosevelt számára az, hogy Churchill háta mögött. Mert innen is nézzük a dolgot, nem az, hogy Stalin kijátszotta, kisakkozta nyugati vendégeit, de Rooseveltnek is Churchill háta mögött úgy érezte ő, sok mindent sikerült elérni. Először is az agenda, a napirend általában Roosevelt feljegyzései nyomán ment végbe. Sztálin ilyen külsőségekbe, részletekbe rengeteget engedett. Voltak neki ilyen furcsa kiszólásai, amikor György király egészségére kellett volna inni. Sztálin letette a pezsgős poharat, és azt mondta, hogy köztársaságpárti vagyok, nincs kedve inni a király egészségére. Ez egy bárdolatlan dolog volt. De amúgy Sztálin nagyon sok mindentben engedett, és Roosevelt pedig ezt méltányolta. Nem csak Japántól elvett leendő területek ügyében megegyeztek, hanem az öreg Tóri, így becézte Roosevelt Churchill háta mögött, abban is megegyeztek, hogy majd együtt működünk, Marshall úr, ezt mondta Roosevelt Stalinnak, hogy Churchilltől el kell venni a brit birodalom jó részét, a Hongkong ne legyen már angol szféra, és ha Koreát elfoglaljuk, akkor legyen egy kínai-amerikai, és a szovjet közös ilyen bizottság, amely elirányítgatja Koreát. Egyébként sikerült elérni már korábban Sztálinnak is, hogy a jaltai találkozón ne legyen jelen egy francia küldöttség, vagy egy Csangkaj-sekféle kínai küldöttség. Churchill riadót fúj. Churchillnek a lengyel kérdés és a balkáni kérdés egy fájú pont. Ami a lengyel kérdést illeti, Sztálin azért próbál úgy üzletelni Churchill-lel, többször megemlíti, hogy az ardeneki német támadás idején a szovjetek azért szintén támadásba indultak a keleti fronton, és rákényszerítették Hitlert, hogy elit SS páncélos alakulatokat vigye el Észak-Itáliában, meg főleg a keleti frontra, tehát Sztálin arra célzott, hogyha ilyen lassan mennek az angol és az amerikai csapatok, akkor mi sokkal előbb érjük el Berlint. Sztálinnak nagyon fontos volt, hogy Jaltába húzzanak egy ilyen demarkációs zónát, hogy lehetőleg az egyik ne törjön be a másik által, másiknak fenntartott területre. Szó volt a bombázásokról is. Antonov hadsereg tábornok, aki a vezérkar esze volt, és a vezérkar szíve volt, és Vasilevszkij marsallal egyenértékű vezérkari tiszt, ott állt egy térkép előtt, és magyarázta, nem a bizonyítványt, hanem magyarázta, hogy hol várhatóak a német támadások, mi hol fogunk indítani. Ellentámadásokat Sztálin előzetesen figyelmeztette Antonovot, hogy ne fecserészen. Churchill viszont berendezett egy könyvtárszobát, ahol térképek voltak, két nagy földgömb, lehívta oda Sztálint, és ő is ott magyarázta, hogy az angoloknak mik a tervei. Churchill azt is bevallotta Sztálinnak, hogy hát nehéz lesz majd átkelni a Rajnán, ott lesznek a német csapatok, és Sztálin pedig úgy elejtette, Majszki emlékezései szerint legalábbis, hogy jó lenne, hogyha a Rajna az egy ország határ lenne. Churchill úgy csodálkozott, miért az angolok nincsenek ott a környéken, nem, de legyen ez egy francia-német határ, és a szénben gazdag Szárvidék is, amely népszövetség ellenőrzése alatt állt a két világháború között sokáig, ez is kerüljön Franciaországhoz. Na most Churchill furcsa helyzetbe került ezáltal, Sztálin provokálta, világos volt, ő azért Franciaország új nagy megerősödésétől tartott, és panaszkodott nagyon Sztálinnak, de ezt már korábban Moszkvában 1944. októberében is megtette. De Gaulle azt mondta, amikor átutaztam Kairón keresztül, ez Churchill kedvenc adomája, üzentem De Gaulle-nak, aki éppen a környéken volt, hogy jöjjön el, és ő képes volt negligálni engem, és nem jött el, nem szeret engem.
Sztálin egyébként gőgös és síú ember volt, először a félszovjet kormányt, rengeteg hadvezért, rengeteg minisztert, akkor még népbiztosoknak nevezik a minisztereket, le akart vinni Jaltába. Aztán megelégedett azzal, hogy vele volt és a jobbján ült sokszor Molotov, a szovjet külpolitika irányítója, volt kormányfő, rendkívül közismert volt Európa szerte, sőt az Egyesült Államokban is. Ott volt Béria, a szovjet politikai rendőrség sok éves feje, és Kruglov generális, aki a belügyminiszteri tárcát töltött be lényegében, a gulágot felügyelte, a hadifogoly kérdést ellenőrizte, és a biztonságért is felelt Bériával együtt, hogy mi történjen Jaltában. Most egy ilyen vastag könyv jelent meg róla, egy ilyen Kruglov kultusz van, hogy ő más volt, mint Béria, ő rendes volt, ő nem volt egy véres kezőember fenét, hát aki nem volt véres kezőember, az nem irányítja annyi évig a gulágot, a börtönrendszert, és nem ír alá annyi kivégzési parancsot, és az ő utasítására nem hajtanak végre merényleteket világszerte. Kruglov egyébként megkapta a legmagasabb a angol katonai kitüntetést György király oklevelével együtt, mert hát ő vigyázott a szovjetek megbízásából az angol küldöttség biztonságáért is. Ő felelt ezért. Béria, amikor ott vigyorgott, és Rooseveltnek egy ilyen gazdag üzletemberre emlékeztetett Roosevelt szemében Béria, és Churchill pedig rájött, hogy ez egy nagyon furcsa ember, megkérdezte Sztálintól, ki is alapjában véve Béria provokálta Sztálint, és Sztálin azt mondta, hogy ez a mi Himmlerünk. Béria halálosan megsértődött. Ez az egész adoma történet bejárta a hivatalos Washingtont, a Kapitóliumot, a Pentagont, és Gromyko, Szovjet Unió amerikai nagykövete ezt le is írta, és elküldte Kajánul, elküldte Molotovnak, tudván, hogy Molotov irigy Béria befolyására. Mindenki úgy hitte először, hogy Maxim Litvinov, az előző szovjet külügyi népbiztos, aki egy külön bizottság élén a II. Világháború utáni határokkal, társadalmi berendezéssel, részint gazdasági jóvátétellel foglalkozik, hogy Litvinov megjelenik szintén Jaltában is a passzát szelet, ő fogja fújni. Ebből semmi nem lett. Litvinovra Sztálin nem csak gyanakodott már régóta, amikor tényleg kidobta szinte a szovjet külügyek éléről 1939. május elején Hitlernek tett ezzel engedményt, hogy hát Hitler többször, meg Ribbentrop német külügyi vezető nyilatkoztak, hogy a zsidó Litvinov, és akkor Sztálin megvált tüntetően Litvinovtól, de még ennél is fontosabb dolog volt, hogy Litvinovnak az volt a véleménye, hogy a náci Németországgal szemben bármilyen paktumot érdemes megkötni, akkor még 39 elején Franciaországgal és Angliával. Most Litvinov valamennyire megerősödött politikailag a II. Világháború alatt, mert az Egyesült Államokban szovjet nagykövet lett. De Litvinov gyűlölte Sztálint, és bizonyos fokig neki megvolt a véleménye arról a szovjet rendszerről, amely rendszer hajnalán, mint bolsevik illegális politikus óriási szerepet játszott be. Gondoljunk arra, hogy a bolsevikok terrorcselekményeit II. Miklós uralma alatt a Litvinov vezette pénzügyi apparátus, hát biztosította ezt az egész terrorista társaságnak a létét, a fegyvereket szerezte be, tehát Litvinov egy terroristából lényegében óriási kitekintésű, nagy tekintélyű nemzetközi politikai vezető lett. Litvinovot állandóan lehallgatják, az Egyesült Államokban az ő helyetese Gromyko még az ő papírjait is megnézi az irodájában, és hogy Litvinov nem is szokott eltépni papírokat, ilyen szempontból egy nagyvonalú ember volt, abban nem is bízott, hogy nem figyelik őt, de hát nem gondolta arra, hogy az ő helyetese Gromyko miket művel a későbbi szovjet
külügyminiszter sok éven át, no, de mindegy, és Litvinovot lehallgatják, és Litvinov többször az amerikaiaknak, Roosevelt környezetének is célzásszerűen elmondja, hogy ne bízzatok Sztálinba, ez az ember igazán nem fordult olyan nagyon, ahogyan most beállítja. Amikor Litvinov felesége Ivy visszatért előtte még a Szovjetunióba, Litvinov elmondta neki, ha akar, ha úgy gondolod, álljatok meg Londonba a géppel, a külön géppel, és akkor maradjál ott, nekem úgyis mindegy, engem is visszarendelnek, biztos le fognak tartóztatni. Litvinovot nem tartóztatják le, de Sztálin és Molotov tudomására jut, hogy ő Moszkvába is elég széles társaságban, elég népes társaságban tesz megjegyzéseket Sztálinra és Molotovra, tehát őt távol tartják lényegében a fontos jaltai döntések. Sztálin gyanakszik Majszkira is, a volt londoni, sok éves londoni nagykövetre, de annyira kell egy világos fej, annyira kell a második világháború utáni különböző hát, határváltoztatásokhoz úgymond értő ember, aki ismeri jól a nemzetközi politikát, hogy Iván Majszki, akire gyanakszik Sztálin, mégis megjelenik Jaltába, és ott fontos szerepet játszott. Churchill úgy látja, hogy Majszki még egy befolyásos ember. De hamarosan, nem, Majszki egyébként a külügyi népbiztos helyettese, Majszki börtönbe kerül, Litvinov pedig teljesen kegyvesztetten él a nyaralójában. Számos érdekes határmenti dolog is szóba került, erre toljuk a határokat, arra toljuk a határokat, ez angol befolyási övezet, célzásszerűen felmerül Görögország esete, ez szovjet befolyási övezet, részint Románia, de Sztálin lekezelően beszél a kisebb országokkal. Oda is szól Rooseveltnek, amikor Roosevelt egy kicsit utánozza az első világháború utáni Woodrow Wilson hát szerepét, és valami ilyesmit mond, hogy hát a népek akarata is érvényesüljön a határok kijelölésénél, a fontosabb döntések elfogadásánál. Sztálin valami ilyesmit mondott, és miért? Hát itt ülne Albánia, Egyesült Államokkal, Angliával egyenértőkű ország lenne? Itt lenne valamilyen Jugoszlávia? Hát ezt hogy gondolja, elnök úr? Hát nagyon érdekes, hogy Jugoszlávia a sztálingrádi csata idején és a németek kaukázusi támadása idején közel 20 német, olasz, magyar és más bolgár hadosztályt kötött le Jugoszlávia környékén és a különböző partizánokkal vívott harcban, hogy ez majdnem felért egy második fronttal akkor. És Sztálin, aki Titóban egy nagyon aktív kommunista partizán vezetőt látott, és Jugoszlávia leendő fejét, Sztálin nagyon lekezelően nyilatkozott Jugoszláviáról. Szóba került még Roosevelt és Sztálin fogadásán, ott kisebb, alantosabb beosztású emberek is beleszólhattak olykor, pohárköszöntők hangzottak el, a búcsú banketten 20 pohárköszöntő volt, és azon kívül emellett is inni kellett a vendégeknek, hogy némely amerikai tábornokot, aki ezt nem szokta meg angol tábornokot szabályosan ki kellett vinni teljesen részegen, ezek soha nem voltak részegen még ilyen nagy rendezvényeken. Nos, beleszólhattak másik is, és Bolen, aki sokszor tolmácsolt Sztálinnak, amerikai követség egyik munkatársa, jól tudott oroszul, Bolen tett egy megjegyzést, hogy hát nálunk az Egyesült Államokban azért vigyázni kell arra, hogy a közvélemény mit gondol, és alkalmazkodnunk kell a közvéleményhez. Mire ott ült Visinszki, Molotov helyettese, a szovjet koncepciós perek főügyésze, véreskező ember, és valami ilyesmit mondott, az amerikai népnek meg kell tanulni, hogy ha mond valamit az elnök, vagy a felsőbbség, akkor ezt végre is kell hajtani. Bolen csak úgy fogta a fejét, Sztálin meg hát vigyorgott. Shame you've begun, gun, gun. So cut your loss.
Jaltában még nem dőlt el teljesen, és igazából, hogy Németország egység marad, igaz, hogy jócskán megcsonkítva, főleg keletről, ezekkel a keleti német tartományokkal kárpótolják majd Roosevelt, Churchill és Stalin elképzelése szerint Lengyelországot, miután a Szovjetunió visszaállítja a II. Világháború kitörése után, Hitlerrel való megegyezéskor létrejött szovjet határokat, jelentősen bővült a Szovjetunió akkor nyugaton, Nyugat-Ukrajna, Nyugat-Belarusia vagy Lengyelországban most is mondják, hogy Kelet-Lengyelország, Kreszi, de mindegy. Na és akkor szóba került a büntetés, hogy legyen esetleg egy nemzetközi bíróság. Sztálin már Teheránba felvetette azt, hogy 50 ezer náci barát szörnyeteget, németeket ki kell írtani. Churchill akkor nagyon tiltakozott. Roosevelt fia Eliot viszont, akinek van az a híres könyve, Apám szemével, ő is hát sokat írt arról, hogy apjának milyen jellegzetes szempillantása volt, milyen érdekes dolog, hogy ez micsoda visszatérő motívum. Na most Eliot Roosevelt azt mondta, hogy hát ne legyen 50 ezer, csak 49.500, és akkor ettől kezdve jól lehet, ő Churchill kedvence volt, és volt Londonban, és a lakott Churchill otthonába, vidéki otthonába is. Ettől kezdve Churchill megórult, hogy milyen alapon szólt közbe is, megutálta őt. Sztálin fölvetette a büntetést. Sztálin azt mondta, hogy neki sincs kifogása, hogy a német terület több országból álljon, például Bajorország legyen egy másik ország, Észak-Németország, de ezek a dolgok akkor még nem dőltek el. Sztálin egyébként 1945. áprilisában változtatott ezen. Úgy gondolt, Sztálin arra gondolt, hogy taktikailag, hát egy egységes, de gyenge, ilyen weimari típusú Németország hasznosabb lenne az új háború utáni, sokban szovjet típusú európai újjáépítés során. Szóba került Lengyelország sokszor, szóba került Japán, szóba került Románia és Jugoszlávia, de nem került szinte szóba Magyarország. Ez egy érdekes dolog. Véleményem szerint, és én tudom, hogy többen nem értenek velem ebben egyet, véleményem szerint a magyar határok kérdése sokban eldőlt 1941. decemberében, amikor a német csapatok még nagyon közel álltak Moszkvához, megszállják a Szovjetunió európai területének jelentős részét, körbeveszik finnekkel együtt az ostromlott és éhező Leningrádot, támadnak, perspektívikusan arra gondolnak, hogy támadnak majd Kaukázus irányába, és már akkor fölvetette Sir Anthony Eden-nek a moszkvai győztes csata után Sztálin, hogy Magyarországot meg kell büntetni Románia javára, elvenni Magyarországtól a területeket, Csehszlovákiának vissza kell adni az első bécsi döntés során Csehszlovákiától elbitorolt területeket, és általában Magyarországot vissza kell szorítani a régi trianoni határok mögé. Sir Anthony Eden tiltakozott más kérdéseket, említve lengyel határok, Baltikum státusza, finn határok, és így tovább, de Magyarország nem érdekelte Churchill jobb kezét, és az angol külpolitika tényleg irányítóját Sir Anthony Eden. Könnyű persze azt mondani, hogy Sztálin nem szerette a magyarokat, ebben van némi igazság, de végül is nem ez lett a döntő. 1943. március 13-án Hopkins, Roosevelt jobbkeze, feljegyezte, hogy milyen beszélgetés volt a Washingtont felkereső Eden és Roosevelt között. És ott végig beszélték a határokat, az országokat, és mivel Eden járt már Moszkvába, és beszélgetett a határokról Sztálinnal személyesen, akkor Eden az alábbiakat mondotta volt. Ausztria és Magyarország mindketten egyetértettek benne, tehát Eden és Roosevelt, hogy Ausztriának és Magyarországnak is független államnak kell lennie. Tehát még az is fölmerült egyébként korábban Moszkvában, hogy hát Magyarország és Ausztria esetleg ne legyenek független államok.
Idn azt mondta, lehet, hogy Sztálin meglehetősen, önkényesen akar majd eljárni Magyarországgal kapcsolatban, mert az oroszok nem szeretik a magyarokat, és Sztálin alig ha lesz hajlandó bármiben is kedvezni nekik a béke konferencián. 1945-ben már nem erről volt szó. Közben persze ez igaz, hogy 1943. decemberében Benes is járt Moszkvába, ott nagyon előre tolta a román vonalat, a régi kis antant reflexek éltek még Benesbe, plusz magyarokat gyűlölte, plusz a magyaroktól minden területet, amit csak lehetett, el akart venni, és akkor Sztálin valami ilyesmit mondott, hát a románok sokkal különbül viselkednek, mint a magyarok, és akkor fölmerült az, hogy a magyarokkal szemben Benes alkalmazhatja a kollektív büntetés elvét. 1945 elején szóba kerültek a magyar határok Moszkvában. Benes ismét Moszkvában járt, és Sztálin megerősíti a nekik tett ígéretet. Akkor viszont már megharagszik Benesre, mert Benes megígérte korábban Kárpátalját a Szovjetuniónak. Ez egy ilyen szép gesztus volt Sztálin szerint a részéről, tehát Benes esetleg ragaszkodt Kárpátalja, csak egy része legyen a Szovjetuniói, és legyen akkor egy csehszlovák-szovjet közös határ, és Sztálin megharagudott Benesre. 1945. januárjában Moszkvát felkeresi Tito megbízottja, Andrija Hebrán, később, mint Sztálin emberét, bebörtönzik, és gyanús körülmények között börtönbe meghal, de ez már egy későbbi történet, 1948 utáni történet. Akkor fölkeresi Sztálint Andrija Hebránk, és vele van a jugoszláv partizán hadsereg vezérkari főnöke, Arso Jovanovics, volt szerb katonatiszt. Milyen morbid dolog, Arso Jovanovicsot 1948-ban, amikor át akart szökni a Szovjetunióba, Románián keresztül lelövik, mint egy kutyát, a jugoszláv partizán mozgalom fejét a román jugoszláv határon. No, de mindegy, de ők akkor fölvetik, hogy Jugoszlávia, személy szerint Tito is pályáznak a Bajai háromszögre, Mohácsra, Pécsre, a baranyai szénbányákra. Sztálin szinte provokálja őket, azt mondja, itt van a lenti olajmezők, hát ez fontos olajmező, esetleg ez is kell, és a végén miután ők úgy elmennek, és azt mondják, hogy mi pályázunk Dél-Ausztriára, Triestre, a román területekre is, tehát Temesvár környékére, görög területekre, akkor Sztálin azt mondja, hát ez nem fog menni, mert kérem szépen, ez nem fog menni, mert mindenkivel rosszban vannak, vissza kell magatokat fogni. És ilyen szempontból úgy eldöntött volt az a kérdés, 45 elején, 44 végén Sztálin nagyon, és Molotov is főleg, nagyon sértő dolgokat mondottak a csehszlovák delegátusokkal tárgyalva, jugoszlávokkal, másokkal, a magyarokról, én nem sajnálom a magyarokat, magyar kérdés a vagonok kérdése, lásd a kitelepítések, meg kell büntetni az avarokat, gúnyolódott Molotov csehszlovák tárgyaló delegációval beszélgetve, de slussz, a határok kérdése már megvolt, Jalta már nem volt olyan fontos olyan szempontból, hogy bármi újat mondjon Sztálin vagy Molotov, a nyugati szövetségeseinek, és a nyugati szövetségesek már nem veszik komolyan Magyarországot. És stratégiailag Magyarország már nem volt olyan fontos a Szovjetunió számára, amikor már látszott, hogy a Vörös Hadsereg, jól lehet megtorpant Budapest ostroma idején, eljut Bécsig, esetleg még tovább, és akkor már Magyarország nem számít annyira a Szovjetunió leendő tervei szempontjából nézve, mint az a Románia, ahol ott vannak a hatalmas olajmezők, ahol a Románia gyakorlatilag a Balkán kulcsa, és hát Romániát ki lehetne elégíteni, Erdélyt visszaadva úgymond Romániának, de azért Sztálin ravasz ember lévén egy kis záratékot betetetett a román-szovjet fegyverszüneti tárgyalások során, hogy Románia majd megkapja Erdélyt, vagy Észak-Erdélynek nagyobbik részét. Jaltával kapcsolatos rengeteg a városi legenda, minket odadobtak Jaltának. Az összes kelet-európai új államot, régi új államot Sztálinnak ott sikerült megszerezni. Kötelezték szinte az összes országot a londoni emigráns kormányoktól kezdve az újjá alakult kelet-európai kormányokat, fogadják el Sztálint, mint
nagy hadúrnak, és így tovább. Ez nem egészen így volt. Jaltában Rooseveltnek főleg, de nem csak, Stalin szívesen bele is ment egy ponton túl ebbe, sikerült egy csomó úgynevezett nyugati demokratikus értékeket sugárzó érvet elfogadtatni a jelenlevőkről. Nem volt egy olyan részletes kommuniké, de azért egy csomó ilyen dolog bekerült a köztudatba, és Magyarországon is 1945-öt követően a plakátokon, több plakáton is szerepel, hogy Jalta, antifasiszta, megegyezés, és így tovább. Sokat beszélgettem erről néhai atyai barátommal, Horváth Jánossal, országgyűlési korelnökkel, aki a náci nyilas börtönökben is sokat szenvedett, és megkínozták, aki megjárta a Rákosi-féle börtönöket nagyon korán, az úgynevezett köztársaság ellenes összeesküvés, melynek természetesen nem volt tagja, egyik áldozata volt, tehát sokáig volt börtönben. Horváth János nyugaton egyetemi tanár lett, nagyon olvasott, neki, nagyon művelt ember, mindent összegyűjtött, és mindent elolvasott Jaltával kapcsolatban. Majdnem reggelig tartó vitáink voltak. Nekem az volt a véleményem, hogy a nyugat túl sokat engedett Sztálinnak, már mint az antifasiszta koalíció vezetői, Churchill és Roosevelt. Horváth Jánosnak az volt inkább a véleménye, hogy ezek a jaltai megegyezések fontosak voltak, racionálisak, reálisak, csak hát senki nem tartotta ezeket be. Ha betartotta volna a Szovjetunió is ezeket a megegyezéseket, demokratikus választás, a különböző nemzeti kisebbségek jogai, nagyjából úgy, ahogyan a Párizs környéki békéket, a trianoni béke megállapításait sem tartották úgy be az első világháborút követően, mert fölvetették azt, hogy újabb tárgyalások, népszavazások, kikérjük a nemzetek véleményét. Ki kérte ki, ki egyezett be az ilyesmi. Miután Sztálin megszállja ezt a hatalmas teritoriumot, akkor ezekben az országokban a cuius regio, eius religio, tehát a vallásháborúk, katolikusok és protestánsok közötti háborúk utáni békerendszer elve működött, lefordítva a 20. század nyelvére, aki megszáll egy területet, azért az ideológia, és hát lényegében az kormányozza ezeket az országokat. Jövő szempontjából úgy tűnt, hogy Jaltában Sztálin legalább olyan nagy sikert aratott, mint Teheránban. Roosevelt és Churchill nem játszották ki ellene azokat a kártyákat, melyeket a környezetük szabályosan kezükbe adta, míg Churchill sem. A Szovjetunió nagyon legyengült. Majszki akadémikus, említettem volt már, azt mondotta már idős, majdnem 90 éves történész korában, hogy nagy hiba volt megmutatni Churchillnek, mennyire le volt gyengülve a Szovjetunió, amikor ott járt Churchill, és látta, fölment Szevasztopol mellett a Krím-félsziget egyik legmagasabb hegyvidékére, ahol a szovjet csapatok Szevasztopolt védték hosszú hónapokon keresztül, ott fényképezkedett Churchill, és látta ott is a pusztulásokat, és azt mondja, ez az ország mindent megérdemelne, ami a jóvátételt illeti. De azért Churchill észrevehette volna, hogy ez egy nagyon komoly nyomásgyakorlás lehet a Szovjetunióval szemben, én ezt nyújtom, és te pedig ezt teszel cserébe. Tehát ezeket az úgynevezett demokratikus vagy hagyományos nyugati elveket Sztálin nem fogadta el. De ami a legfontosabb veresége volt nyugatnak, mert ilyen szempontból a Jalta áldozatai. Nagyon sok millió szovjet állampolgár, egyáltalán ezeknek többsége nem volt Hitler kollaboráns, ezek nem a Wehrmachtban harcoló orosz katonák és tisztek voltak, volt hadifoglyok, ezek nem csak aktív monarchista emigránsok voltak, rengeteg egyszerű ember. Erőszakkal vitték őket el dolgozni nyugatra, a német hatóságok, a helyi orosz és ukrán és belorusz kollaboránsok segítségével. Több millió ember, meg hadifoglyok is voltak. Ezeknek többsége nem akart visszatérni. Elegük volt, annak ellenére, hogy rossz körülmények között voltak. Sokan éhen haltak. Úgy bántak vele a
német falvakban sokszor, mind a kutyákkal, mégis nem akartak visszatérni. Tisztában voltak, hogy ők másodrendű állampolgárok lesznek, mert ők láttak a nyugatot. Akkor terjedt el az az adoma, hogy Sztálin két hibát követett el, megmutatta az Ivánnak nyugatot, és megmutatta a nyugatnak az Ivánt. Tehát az az igazság, hogy ezt az egész társaságot Jaltában sikerült Rooseveltnek és Churchillnek kiszolgáltatni Sztálin. Meg is jelent Tolstoy, az a Tolstoy család, Lev Tolstoy, háborús béke, Karenin, annak mindegy, egy Tolstoy nevű Angliában élő történésznek egy ilyen könyve, vastag kötete, Jalta áltozatai. Hát ott fekete-fehéren mindez le van írva. Anyukám egyik barátnője nővér volt a Vörös Hadseregbe, és fogságba került. München mellett dolgozott egy ilyen kisebb textil manufaktúrában, rossz körülmények között. Volt neki egy élettársa, a Vörös Hadsereg egyik századosa, zsidó volt, ezt titkolta, azt is titkolta, hogy katonatiszt. Ott összeálltak, albérletbe laktak, ez is egy érdekes dolog, és utána pedig Jalta után nekik dönteni kellett pár hónappal, visszatérnek vagy nem. Az illető, a katonatiszt, aki ugyan bujkált és gyűlölte a nácikat, azt mondta, hogy én nem mennék vissza, baj lesz, de ő rábeszélte. A férfi elpusztult a gulágon, a nő, aki az iskola legtehetségesebb diákja volt, aki arany diplomával fejezte be az egyetemet, orvos lett volna belőle. Ez a nő egész élete végéig éhezett és fázott. Ő is Jalta áldozata. Kedves hallgatóim, januárban találkozunk legközelebb. Ezekben a nehéz covidos időkben mindenkinek sok kitartást, türelmet és erőt kívánok. Remélem, ezen a ponton folytatjuk majd.